Idén harmadik alkalommal rendezték meg az Őszi Messe Egyetem című előadás sorozatot a Nyíregyházi Egyetemen. Az ingyenesen látogatható szakmai konferenciára évről évre rangos előadókat hívnak meg. Ezúttal is köztük volt Berecz András, Kossuth Díjas előadó művész. Az az érdekes, hogy ha valaki azt mondaná egy hétköznapos rendezvényen, hogy mesét mond az a kopasz. Hát az körülbelül olyan, mint a fenéken rúgnák az embereket, gyönyörűen elszaladna mindenki. De ha anélkül, hogy beharangozzák, nem hangozna lesz, hogy mese, valaki elkezdene tréfásan beszélni, jó mesébe beletorkollana, észre se vennék, és kiderülne, hogy nagyon szeretik. Tehát az emberek a mesét sokkal jobban szeretik, mint arról fogalmuk van. A rendezvényen Villányi Péter néprajzkutató egy mai magyar falu prózai népköltészetet címmel írt tanulmányát hallgathatta a közönség, de szó volt a mese éltető erejéről, az érzékenyítő mesék világáról, valamint más gyakorlatorientált előadásokon is részt vehettek az érdeklődők. Lesznek jó gyakorlatok, tehát itt két nyíregyházi óvodából is olyan tanító és óvodapedagógus sikerült megnyernünk az ügynek, akik kimondottan a szakmai részét akarják, a gyerekek, az élőszavas mesemondásról lesz szó, és minden olyan témáról, ami egy kicsit azt örültünk volna a több külsősön, tehát akár felnőtt szülők, fiatalok, de hát ugye ez most délelőtt van ez a konferencia, ami azt erősíti meg a fiatalokban, de hát ha majd a média segít, hogy mennyire fontos a gyerekeinek élő szóval. Nem muszáj mesét olvasni, de meséljünk a gyerekeknek, nem adják vissza a tévé vagy bármilyen más kommunikációs eszköz az, hogy mi közvetlen környezetben vagyunk a saját gyerekünkkel vagy az unokánkkal is, mesélünk neki. A meghallgatott mese pozitívan hat a gyermekek fantáziájára, amikor találkoznak a különböző szereplők jellemével, tulajdonságaival, az érzelmi intelligenciájuk is fejlődik. Tulajdonképpen minden kultúrában jelen van a mese, és nem véletlenül, mert az emberi létszükséglet, az emberi léleknek alapvető szükséglete a mese. És tulajdonképpen arra keressük mindig a választ, hogy megtaláljuk a helyünket a világban, és értsük a céljainkat, és erre tanít meg bennünket tulajdonképpen a mese. A Nyíregyházi Egyetemen tartott program célja a magyar nép és műmese gazdag és egyedülálló világának őrzése, ápolása és népszerűsítése.